Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma tarhonyát fogok főzni köretnek. Ezt úgy fogom elkészíteni, hogy kevés zsíron megfutatom a tarhonyát, megbarnítom, és amikor már szépen megpirult, akkor kétszeres vízmennyiséget hozzáöntök, majd készre főzöm. Tehát rákerestem a Wikipédián a tarhonyára, érdekelt, hogy ez honnan jött ez az étel, hogy hogy keletkezett, és itt azt írják, hogy egy igazi magyar hungarikum. Már 1788-ban leírták, mint ételt. Közben keverem, hogy lenne égjem. És azt írja, hogy egy oszmán török eredetű, esetleg déli szláv közvetítéssel került ide Magyarországra ez az étel. 1600 körül említik meg először. Perzsa eredetű egyébként a tarhonya szó, vagy oszmán török, a tarhona szóból ered, ami búzalisztből és hozzáadott aludtejből készült tésztát jelent. El is készült a tarhonya, mint halljátok, ez most már inkább csak serceg. Tehát ezen már sok víz nincsen, azt a keveset is hagyom, hogy elfőjön, és utána kész is van. 20 perc szokott lenni a főzési idő, ez most valamilyen oknál fogva 30 perc volt, de látjátok, nem egy nagy ördöngőség. Zsíron az ember megpirítja, utána pedig felönti kétszer annyi vízzel, megsózza és készre főzi. Jó étvágyat kívánok hozzá, próbáljátok ti is ki otthon!